Léderer Gusztáv, főhadnagy és sorozatgyilkos, a prónai különítmény tagja. Hivatásos katonatisztként vett részt a Magyarországi Tanácsköztársaság összeomlása utáni megtorlásban, azaz a fehér terrorban, nevéhez több kivégzés is fűződik. Fosztogatásai során jelentős vagyont harácsolt össze magának, azonban a gyilkolással a Horthy rendszer megszilárdulása után sem tudott leállni, ő volt a két világháború közötti időszak egyik nagy felháborodást kiváltó bűncselekményének, az úgynevezett Kodálka gyilkosságnak is valószínűleg egy másik emberölésnek az elkövetője is. Egy pozsonyi katonasági szabó, Léderer János fiaként kispolgári családban született. Anyja Preissinger Zsuzsanna volt, vallása evangélikus. Eredetileg banki pályára készült, hivatalnok szeretett volna lenni, de az első világháború kitörésekor magával ragadta a lelkesedés, és önként jelentkezett a hadseregbe. Egy év önkéntes szolgálat után ismerkedett meg későbbi feleségével, a pénztárosként dolgozó Steyer származású Schwarz Máriával. Mária feltűnő szépségű fiatal szőke lány volt, aki után számos férfi vágyakozott, de a kedvese körül legyeskedő férfiak látszólag nem feszélyezték Léderert. A fiatal Léderer több éven át teljesített hátországi szolgálatot élelmezési tisztként. Feladata a csapatok élelmiszerrel történő ellátása volt, frontszolgálatban és harcokban nem vett részt. A háborús vereség után hazatért Pozsonyba, és feleségül vette Schwarz Máriát. Részvétele a fehér terrorban. Pozsony csehek általi megszállása után Léderer Gusztáv a testvérével, Sándorral a meg nem szállt országrészbe ment, és ott beléptek a magyar vörös hadseregbe. Innen azonban hamar továbbálltak és Szegedre mentek tovább, ahol beállt Gömbös Gyula környezetében szerveződő nemzeti hadsereg tiszti alakulatába, amelynek élelmezési tisztje lett. Hamarosan a politikai jobbszélre tolódó alakulat egyik leghírhettebb alakjává vált. A kortársak visszaemlékezései alapján Léderer számos politikai gyilkosságot követett el a városban élő kommunista gyanús, vagy egyszerűen csak ellenszenvesnek tartott személyek ellen. 1919 nyarán a Tiszában és Szeged környékén egyre másra tűntek fel a lakosság által csak összedrótozott hulláknak nevezett tetemek. Az egyik alkalommal, amikor a Röszkére vezető országút mellett találtak drótozott hullát, egyszer csak Léderer jelent meg kocsival, és dühötten utasította a nyomozókat a helyszínelés befejezésére és a terület elhagyására. A hadnagy már szegedi tevékenysége alatt kiérdemelte a tréfásnak szánt főúsztató elnevezést. A Tanácsköztársaság bukása idején Léderer abban a tiszti alakulatban volt, amely elsőként ment át a Szegedet megszálló francia csapatok frontvonalán és lecsapott a kommunista hatalommal együttműködőkre. Augusztus 5-én a szatymazi vasútállomás melletti vérengzésben vett részt, egy nappal később a sándorfalvi gyilkosságokban. 1920. augusztus 18-án Léderer saját maga akasztott fel két embert Dunaföldváron, majd hármat Kecelen. Előszálláson egy embert a saját derék szíjára akasztott fel, Bölcskén egy kereskedőt lőtt agyon, egy másik férfit pedig agyonvert. Később részt vett a Tahi községben lezajlott kivégzések lebonyolításában, az orgoványi vérengzésben, illetve a kecskeméti börtönből elrabolt foglyok megkínzásában és kivégzésében. Léderer a politikai tisztogatás személyes vagyona gyarapítására használta fel. 1919. augusztusában 300 000 koronát meghaladó értékű árut, lovakat, sertéseket, értéktárgyakat rabolt el Marcaliból. Az 1925-ös nyomozás során derült ki, hogy Léderer részt vett a Batthyány kastély kirablásában is, a lakásában felhalmozott nagyértékű bútorok és berendezési tárgyak onnan származnak. Léderer Budapesten. Horthy Miklós a jobboldali vezetésű állam megszilárdulását követően nem tűrte a fehér terrorista egységek alföldi és dunántúli tevékenységeit. Lédererék alakulatát fővárosi kaszárnyákba vezényelték, majd a trianoni békediktátum miatt nagy részüket el is bocsátották az alaposan leapasztott létszámú hadseregtől. Léderer Gusztávot is leszerelték a hadseregtől, ám ő a szerencsésebbek közé tartozott. A csendőrség állományába került és Csepel városban teljesített szolgálatot.
A főhadnagy megvásárolt egy nagyméretű lakást a budapesti Soroksári úton, amelyet a nagypolgári élethez illően be is rendezett felesége számára. Innen könnyen eljárhatott munkába, és közel voltak azok a kávéházak is, ahol egykori tisztársaival tölthette az időt. A csendőri fizetés azonban kevés volt az elért életnívó megtartásához, és a volt tisztársak megvendégeléséhez a házaspár pénzavarba került. A Kodelka gyilkosság. Nem tudható, hogy a Lederer házaspár mikor ismerkedett meg Kodelka Ferenccel, aki hentes áru hálózatot üzemeltetett és az igen vagyonos polgárok közé számított. Annyi bizonyos, hogy Kodelka figyelmét is felkeltette Lederernél Mici szépsége, és udvarolni kezdett az asszonynak, aki nem utasította vissza, mivel életszínvonaluk fenntartásához szükséges volt az udvarló gavalléros adományaira. A Lederer házaspár egy idő után elhatározta, hogy pénzt csalnak ki a hentestől, majd végeznek vele. Először 1924. novemberében akarták megölni, amikor a náluk vendégeskedő Kodelkát elkábították és le akarták szúrni. A gyilkossági kísérlet sikertelenül végződött, de Lederer-ék sikerrel magyarázták el Kodelkának, hogy a kezén lévő vágott seb egy összetört üvegpohártól származik. A második gyilkossági kísérletre 1925. januárjában került sor. Egy valutaügylet lebonyolítása ürügyén nagy összegű pénzt csaltak ki Kodelkától, majd a lakásban alvó hentest Lederer szolgálati fegyverével főbelőtte. Felesége pedig egy lavorban fogta fel a kiömlő vért. A következő néhány órában Lederer Gusztáv a hentest akkurátusan feldarabolta, darabjait pedig bőröndökbe rakták. A hentesmester holttestének eltüntetése nem ment könnyen. A bőröndökkel a Csepeli Duna partra indultak, ahol azonban egy gyártelep biztonsági őre, aki szerencsétlenségükre még ismerősük is volt, felfedezte őket. Az őr nem fogadta el Lederer magyarázatát, hogy egy megdöglött kutyát akarnak a vízbe dobni, és értesítette a csendőrséget. A csendőrök kiszálltak munkatársuk lakására, ahol a főhadnagyot ugyan nem találták otthon, de a padláson felfedezték Kodelka még el nem szállított maradványait. A csendőrök a hazaérkező Lederernét elfogták és kifaggatták. Az asszony pedig bevallotta hentes meggyilkolását és feldarabolását. Lederer Gusztávot néhány órán belül letartóztatták. A Kodelka gyilkosság hatalmas felháborodást váltott ki. A fehér terror idején elkövetett fosztogatások és gyilkosságok kitudódása után a közvélemény számára úgy tűnhetett, hogy az 1919-ben hatalomra jutott jobboldali elit nem csak elnézte és eltusolta Gusztáv bűncselekményeit, de sok katonatársával ellentétben még menedéket is nyújtott egy köztörvényes rablógyilkosnak, hogy az a csendőri egyenruha védelmét élvezve folytathassa üzelmeit. Félő volt, hogy Lederer nem csak a csendőrségre vett rossz fényt, de az egész jobboldali államot kompromitálja. Lederer Gusztávot a katonai törvényszék 1925. májusában csalásért, gyilkosságért és hullarablásért rangvesztésre, a csendőrségtől való kicsapásra és kötél általi halálra ítélte. A főhadnagy ügyvédje unszolása ellenére sem kívánt fellebbezni, elfogadta a halálos ítéletet. Az ügyvéd ezután már csak annyit tehetett, hogy kegyelmi kérvényében a kötél általi halált golyó általira akarta felváltani. A férfit azonban Lederernél még folytatódó perében lehetséges tanúként akarták kihallgatni, ezért a feleség ítéletének megszületéséig a főhadnagy kivégzését elhalasztották. Lederer siralomházi ideje alatt abban bízott, hogy a kormányzó majd az ellenforradalmi rendszer megszilárdításában szerzett érdemei miatt megmenti a bitófától. Horthy Miklós azonban nem csak hogy nem adott kegyelmet a köztörvényes bűnözővé züllött katonának, de a golyó általi kivégzés sem engedélyezte. Ez a kedvezmény csak a szolgálat idején bűncselekményt elkövető katonákat illette meg. A kegyelmi kérvény kormányzói elutasítása után Lederert 1926. november 12-én a Margit körúti fogház udvarán felakasztották. A Kodelka gyilkosság ügyében folytatott nyomozás során felvetődött, hogy Lederer Gusztáv gyilkolta meg 1921-ben a feleségét megkörnyékező Boros István bútorgyári vezetőt, akinek holttestét a Dunában találták meg. Gyilkosai egy Kun Béla néven aláírt levelet hagytak a zsebében, amelyben azt közölték, hogy Borosnak azért kellett meghalnia, mert felismerte őket.
Pár nappal később a gyilkos újabb levelet küldött a nyomozóknak. A Lederer házaspár és Boros kapcsolatát két tanú, Lederer-ék házvezetőnője, valamint egy rendőr is megerősítette. A házvezetőnő tanúsította, hogy Boros István járt a halála előtti időszakban Lederer-éknél, Boros István egykori csendőrbarátja pedig azt tudatta a nyomozókkal, hogy eltűnés előtt Boros egy szőke fiatalasszonynak csapta a szelet, akinek a férje csendőrfőhadnagy volt, ráadásul ugyanabban az utcában lakott, mint Lederer-ék. Szintén tisztázatlan annak az osztrák férfinak a sorsa, akinek később mindössze a sétapálcáját sikerült megtalálni. A pár annyira jóban volt egy idősebb bécsi úrra, hogy még pozsonyi esküvőjükre is meghívták, ahol Lederer-né bácsikájukat mutatták be a vendégeknek. A férfi nem sokkal ezután eltűnt, az ügyben vizsgálódó csehszlovák rendőrök mindössze a sétapálcáját találták meg, amelyet az 1925-ös nyomozás során el is juttattak Budapestre. A korabeli lapok szerint Lederer-nének már volt gyermeke, akinek a Lederer Gusztávval való megismerkedése után nyoma veszett. A Kodálka gyilkosság fejleményeit a sajtó nagy érdeklődéssel kísérte, Krúdi Gyula is írt róla. Emlékét egy kuplé segítette ébren tartani. Lederer-né mi van a kosárban? Kodálkának keze, feje, lába. A fehér terrorista harácsoló, majd köztörvényes cselekményeket is elkövető agresszív jobboldali katona alakja ideális volt azok számára, akik a Horthy-féle államot negatív színben akarták feltüntetni. Az államszocialista időszakban Lederer ismert és visszatérő alakja lett a népnevelő hangvételű cikkeknek, a fehér terror idejére emlékező írásoknak. 1966-ban megjelent a Század nevezetes bűnügyei című könyv, egy egész fejezetet szentel a Lederer házaspár tevékenységének. A főhadnagy alakja pedig feltűnik Kálmán László egy 1968-as drámájában. 2009-ben Jankovics Éva dolgozta fel a Kodálka gyilkosságot, szintén a Kodálka ügyön alapult Szász János 2018-as, a Hentes, a Szajha és a Félszemű című mozifilmje. Ez lett volna Lederer Gusztáv, azaz az ember mészáros története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentben bátran írjátok meg, mi a véleményetek az esetről. Továbbá légy csatornatag, ahol exkluzív tartalmakat érhetsz el, valamint élhetsz a szuper köszönet lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!